A kör király, vagyis az öngyilkos király. De vajon miért akarja kioltani a saját életét, és valóban ez volt az alkotójának a szándéka, vagy egészen másról van szó? Sziasztok srácok, itt ismét Démien. Ma megismerjük az öngyilkos királynak a történetét, szerintem vágjunk is bele. Ma már szinte nincs olyan háztartás, ahol ne rejtőzne az egyik fiókban vagy polcon egy francia kártyacsomag. Sokaknak annyira megszokott ez a játék, a figurák, az ábrák, hogy el sem tudják képzelni, hogy micsoda története van a ma ismert römi kártyának, arról nem is beszélve, hogy mennyi misztikus történetet lehetne még köré építeni. Sokan meg is teszik. Hallottatok már például az egyszemű uralkodókról? Ez három lap összefoglaló neve a csomagban. Ezek a Körbubi, a Pigbubi és a Káró király, mert egyedül ezeket a figurákat ábrázolták egy szemmel. Miért? Hát bizonyos játékokban elvileg külön szerepük van, de hogy valójában ez volt az indok a keletkezésükre? Ki tudja. Vagy itt van a fekete négyek, a pigbubi, a trefbubi, illetve a pigdáma és a pigkirály, akik azért különlegesek, mert ők egyedül néznek jobbra, az összes többi figurás lap balra fordítja az arcát, vagy balra néz. Vajon miért? Erre se tudom a választ hirtelen. Na de elég is a misztikumból, térjünk rá a mai videónk főszereplőjére, a kör királyra. A kör király, vagy gúny nevén az öngyilkos király a legmisztikusabb figuráslap. Hírnevét inkább az élénk fantáziájú embereknek köszönheti, mint valódi történetének, ami ettől függetlenül szerintem nagyon érdekes. Azt leszámítva, hogy ő az egyetlen király, aki látszólag kioltja a saját életét, ő az egyetlen figuráslap, akinek látszik mind a négy készfeje, és a királyok közül ő az egyetlen, akinek nincsen bajusza. A négy készfejre nincs magyarázatom, a bajusz hiányára viszont van egy elmélet. Annak idején a kártyákat nem sorozatban nyomtatták, hiszen ez a technológia még nem létezett abban a korban, ehelyett a paklik úgy terjedtek, hogy akkori művészek másolták egyik lapot a másikról, így sokszorosítva azt. A bajusz hiánya ennek a módszernek a hozadéka, hiszen minden egyes másolat kicsit más volt, mint az, amiről másolták, és elég volt egyszer bekerülni a rendszerbe egy bakinak, ahol lemaradt a bajusz, és onnantól kezdve a kör király bajsza eltűnt, csak szakállat kapott. És itt elérkeztünk magához, az öngyilkossághoz. A francia kártyacsomagban a figurás lapok mind egy-egy híres uralkodót vagy szemét jelképeznek, a királyok esetében a Pik király Dávid királyt, a Tref király Nagy Sándort, a Káró király Julius Cézárt, a Kör király pedig hetedik Károlyt szimbolizálja. Na, a misztikusoknak más sem kellett, rögtön megszületett az elmélet, hogy mit is jelképez maga az öngyilkosság. 7. Károly francia király 1422-ben került a trónra, és közel 40 évig uralkodott. Az ő nevéhez fűződik a számára diadalmasan befejezett 100 éves háború, amit nem kismértékben Jeanne d'Arc-nak is köszönhetett, ezt tegyük hozzá. Ami számunkra most érdekes, az a halála. Életének utolsó éveiben erős gyulladás kínoszta lábát, ami lázzal is járt, ennek következtében egyre gyengébb és gyengébb lett, és hamarosan már a halálán volt. Utolsó évében még tetéződött a dolog azzal is, hogy a szájában egy daganat nőtt, ami megnehezítette számára a nyelést, így együtt a fájdalom és a láz hatására megbomlott az elméje. Utolsó napjaiban azt hitte, hogy meg akarják mérgezni, ezért nem ivott, nem evett, ami bizonyos források szerint végül ahhoz vezetett, hogy 1461. július 22-én halálra éheztette magát. A misztikusok szerint a kör király 7. Károly furcsa halálának vagy öngyilkosságának az emléke, és talán titkos üzenetet is rejthet, hogy mi is történhetett valójában, hiszen sokak szerint meggyilkolták a királyt. Ez elég izgi, nem? Sajnos úgy néz ki, a történet sokkal egyszerűbb, és valójában a kör király soha nem akart öngyilkos lenni. Erre bizonyíték is van, elég megnéznünk a fejlődés történetét, amit meg is tudok nektek mutatni. Íme a kör király 1567-ből, 1680-ból, 1770-ből, 1776-ból, 1838-ból, 1890-ből, és végül 2017-ből.
Visszakanyarodhatunk a bajuszhoz, ugyanis a történet ugyanaz. A lapot másoló művészek az évszázadok alatt megváltoztatták a király kezében lévő kis fejszét, először a feje mögé került, majd elvesztette a fejsze a fejét, ami így karddá változott, de maradt a király feje mögött, aki emiatt úgy kezdett el kinézni, mint aki fejbe szúrja magát, holott ez sosem állt szándékában. Ennyire egyszerű lenne ez a történet? Hát igen, hiszen mindannyian ismerjük a játékot, amikor láncban állva, egymás fülébe suttogva eljutatunk egy üzenetet a lánc egyik végéből a másikba, az üzenet végül teljesen más lesz, és itt ugyanez a helyzet. Több száz évnyi másolás apró mértékben megváltoztatta a kör királyt, ami pont úgy sikerült, hogy legendáknak szolgálhatott táptalajul. Ezek a legendák érdekes történetek, de mégiscsak történetek, amik ettől függetlenül nekem nagyon tetszenek. Na most, ha te is szereted az ilyen sztorikat, és tetszett ez a videó és ez a történet is, akkor feltétlenül nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni sem, ha pedig te is ismersz az egyik lapról valami érdekes sztorit, akkor azt nyugodtan oszd meg kommentben. Legközelebb találkozunk, srácok, addig is legyetek jók, sziasztok!